Sziasztok! Üdvözlet nektek az autóból, üdvözlet innen a budai hegyekből, a madárcsicsergésből. Szeretném nektek bemutatni, így talán elsőként kaptunk két darab személygépkocsit, Hyundai i20-as típusú járművet. Nagyon különleges felszereltségű, mármint számunkra nagyon különleges felszereltségű az autó. Kifejezetten örülünk neki, hogy kényelmes, bőrkormánnyal ellátott, nagy navigációs felülettel, megkülönböztetett kiegészítő jelzésekkel, illetve speciális, szakszerűen beépített fényhíd kapcsolóról, illetve sziréne kapcsolóról. Mint látjátok, ülésfűtés van benne mindkét oldalon, hogyha esetleg valami orvost vagy vezetőt szállítanánk, akkor télen ne fagyjunk meg az autóban, úgyhogy ezért hálás köszönet. Kifejezetten gyönyörű az autó, kifejezetten jó illat van még benne, mindjárt mutatom a részleteket is róla, és akkor a részletek, innen a forgalmi engedélyről én most puskázok, ez egy Hyundai i20-as személygépkocsi, ami 1200 köbcentis, 62 kWh-s, bocsánat, csak 62 kW-os, hülye vagyok már, piros-fehér a színe. Úgyhogy mi az, amit még tudnék itt nektek mondani róla? 2022-es gyártású, tehát tényleg egy vadonatúj autóról van szó. Megkülönböztetett jelzés használatról szóló engedéllyel rendelkezik, mindenféle szabályoknak és előírásoknak megfelel. Azt nem tettem hozzá, hogy benzines, és akkor itt a kulcsa. Hát lássuk akkor, hogy mit is tud az autó. A szokásos, jól megszokott céges út. Itt most éppen ki van kapcsolva a navigáció, illetve a zenehallgatás. Az időt mutatja, a mai dátumot mutatja. Tessék a műszerfal. Jelen pillanatban az autóban jobb alsó sarokban látjátok, hogy 870 km van a gépkocsiban. Ott írja a fogyasztást. Megkülönböztetett jelzéssel közlekedtem, és 7,5. A fogyasztása 120 km/h van beállítva a maximális sebességhatárát. Lássunk akkor egy indítást. Gyönyörű szépen beindult az autó. Ami tényleg különlegessége az, hogy egy nagy kijelzőt láthatunk. Kifejezetten kényelmes. Jól tartja az oldalunkat, jól tartja a hátunkat. Mint ahogy előbb mutattam, innen látjátok, ide bal oldalra a töltőt be lehet behelyezni. Ez itt egy szivargyújtó dugó, a navigáció, illetve a nyomkövető. Innen tudjuk a zenét lejátszani, a megkülönböztetett jelzés főkapcsolója, illetve a sziréna kapcsolója. És ebben a pillanatban csöng a telefon, és hogy ne némítsam le a videót, ezért inkább megállítom egy pillanat. Na hát, a videóban nem vágtam bele, hogy sziasztok, Marci vagyok. Egy újabb címem van, úgyhogy majd megpróbálom ezt is rögzíteni. Mutatom a lényegeket az autóban. Tehát a bőrkormány, a nagy kijelző, a gyönyörű, csodálatos kijelző középen van egy sávtartó elektronika, ami minden bekapcsolásnál, mutatom itt nektek, az a fehér színű, minden bekapcsolásnál, minden elindításnál ezt nekünk külön ki kell kapcsolni, amúgy mellékesen szirénázás közben nagyon rémisztő, ha ez a sávtartó elektronika be van kapcsolva, ezzel a gombbal helyett, ezzel a gombbal tudom kikapcsolni, és már el is tűnt a kijelzőről, illetve a start-stop rendszert is kikapcsolom, hogy ne állítsa le állandóan az autót. Ami nagyon fontos, és több videómban láthattátok, hogy mindig szenvedtem a gumiszőnyeggel. Hát most ezzel nincsen semmiféle probléma, mert csodálatos gumiszőnyeg van az autóban, stílusos az E20 felirattal, illetve látjátok itt rajta, kis kampókkal fekszik fel a gumiszőnyeg, hogy még véletlenül sem csúszom be az autónak a pedálja alá. Itt egy csodálatos ülés, hatalmas nagy hely a hátsó részen is, a fényhídja a megszokott, eddig jól megszokott, európai minősítéssel rendelkező, nem kicsi, viszont nagyméretű fényhíd. Ez ledes kivitel, a két szélén található meg a led.
középen pedig a 100 wattos hangszóró. Nagyon különleges és nagyon tetszik nekünk a 4 elektromos ablak. Tehát külön tudom a hátsó ablakot is lehúzni, ami szellőzés szempontjából kifejezetten jó. Érdekes az, hogy az autón nincsen elől ködlámpa, csak ez a menetfény, illetve a tompított világítás, de kifejezetten morcos az autó eleje. Még egy pár dolgot az autó belsejéről, innen tudjuk irányítani a műszerfalon. Itt a kamerát próbálom úgy beállítani, innen tudjuk a sebességet, hogy mennyivel megy az autó. Innen tudjuk a különféle beállításokat, műszerfal, a fények világítása, milyen legyen az egyérintéses irányjelző. Tudjátok, amikor egy pillanatra megérintetek az irányjelzőt, hogy mennyit villanjon, 3-at, 5-öt, 7-et, vagy ne villanjon. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az indexelés. Mindenkinek ezt mondom, hogy kifejezetten figyeljen rá, úgyhogy kényelem, mértékegység. Látjátok, hát itt aztán van tényleg minden, mint a búcsúba. Itt tovább lépek, itt a sebességkorlátozás van beállítva. Különlegessége még itt az, amit sokan kérdeztetek, hogy ez hogy is zajlik. Így van a mi autónkban megcsinálva, az mindkét autó teljes mértékben egyforma. A megkülönböztetett jelzés használatát illetően elsősorban. A kék lámpa kapcsolóval itt bekapcsoljuk a kék lámpát. A duda nyomására nyom egy kerregő hangot, itt az erdőbe tökéletesen lehet hallani, illetve a reflektor húzására is nyom egy hangot. Kifejezetten örülnek itt a szabad területen a mókusok és a nyuszikák, hogy itt hornoztam nekik egyet. Na de induljunk is, mert van két címem is, úgyhogy gyertek velem és élvezétek ti is az új autót. Hát most pedig üdvözlet nektek akkor az autóból, és ez a lendülettel indulunk el a korányi kórházból. Még kék lámpa használat nélkül az országos vérellátóba, ahonnan viszünk be az egyik kórházba mintát. Elhúzom, hogy ne csak a sistergést halljátok itt az útból. Lámpát felnyomom, és hát akkor irány az országos vérellátó. Kár, hogy nem az M7-es fölementem, annyira vágynék már egy ilyen autópályán való menetre, és nem csak állami autóval, hanem a kis pirossal. Hozzáteszem azért, ez az autó még bejáratos, sőt mindenképpen bejáratos, jelen pillanatban 870 km környékén járunk, úgyhogy ezért is gondolom azt, és természetesen kollégáim is így tesznek, nem tudom, hogy mi esett le, de biztos leesett. Szóval, hogy mivel az autó még bejáratos, és ezért a kollégáim is kifejezetten óvatosan közlekednek vele, de hát ez a nekünk fontos dolog, hogy óvjuk és vigyázzuk az autót, mint hogy az előzőeket is. Milyen, nézzétek már, milyen drótkerítés van itt oldalt, hát mi van itt, katonaság vagy? Hát mondanám, hogy hol járok, de igazából én sem tudom. Budakeszi út. Oda végig izé van. Drótkerítés volt. Lehet, hogy valami, vagy honvédség van itt a fenet. Ugye majd megírjátok ti, azért biztos jobban tudjátok, én meg olyan ritkán járok erre, mint a fehér holló. Új, hát azért itt megszaladhat a kilométer, tehát itt lejtől lefele. És nézzétek meg, imádom, hát írja, hogy előzni tilos, illetve ilyen csikok vannak ebben a sebességkorlátozásnál, és valójában ott az előzni tilos. Tehát, hogy valami korlátozás van itt. Ezeket a házakat itt szembe szerintem
mindenhonnan lehet látni Budapestről. Ez a részen még itt nem sziréneztem, mert a kis madárkákat, meg a nyuszikat, meg a... Képzeljétek el, múltkor hajnalba mentem a Városmajor utcába, ilyen fél három körül, és néztem az út közepén, hogy hát mi ez a hatalmas kutya? Aztán kiderült, az egy vaddisznó volt a képen, túrta a szemetet. Szerződésen mindenképpen le kell lassítani, vagy meg kell állni, mert látjátok, nekem piros volt, és itt oldalról úgy emlékszem, hogy szokott forgalom lenni, itt pedig állandóan rendőrautót látok, úgyhogy bekapcsolom a szirénát, mert nekünk úgy jó, hogyha szól a sziréna, mert ha csak a kék lámpa megy, az, mint tudjátok, az nem megkülönböztető jelzés. Itt a sziréna és a kék lámpa együttes használata az, ami felülírja a kereszt ezen részét. Én azt gondolom, hogy sokan nyaralnak, és azért vannak ilyen kevesen az utakon, de után 2 óra van. Ugye nem jár a villamos. Hello kislány, köszi! Visszakadtuk, ez az index. Amúgy hozzáteszem, és ez tényleg nagyon fontos, hogy nagyon, nagyon feltűnő az autó, tehát, hogy nagyon észreveszik, ahogy közeledek. Nem tudom, a morcos a lejjebb, vagy a lámpa beállítás, a... Mindjárt mondom.
valaki mögött közeledtem, viszont az Opel Corzát azt szinte alig lehetett észrevenni. Ez a Hyundai i20, ez viszont nagyon feltűnő. Nézegettem, tudjátok, hát egy autótulajdonos az nézi a autótulajdonos, ott a rendőrautó szemben trafipax, vagy fene tudja mi az, de nem trafipax. Itt a budai egyik mentőautó. Szóval egy autótulajdonos azért nézi a hozzá hasonszörű autókat. Lehetne jobb is, lehetne szebb is, lehetne BMW, lehetne Mercedes, lehetne automataváltó, lehetne Ford, lehetne Mazda, vagy tessék, milyen autó ez? Defender? Na hát ez a Defender, ez elég jó lenne. Lehetne, de örülünk ennek, úgyhogy köszönjük szépen. Megy a balatoni vonat, én pedig megérkeztem. El is köszönök tőletek, jó egészséget kívánok, és még egyszer üdv az új autóból. Itt meg is állunk. Kék lámpa le. Sziasztok!